Már még a naptár szerint iskolai idő volt, az időjárás már jelezte, számára elérkezett az igazi nyár. A Petőfi általános iskolában is úgy gondolták, elég volt az évszámokból, a vegyelekből és a képletekből, jöjjön egy kis vakáció előzetes, és megszállta az iskola a bonyhádi fürdőt. Igaz, hivatalos megnyitó még nem történt meg, de strandolni ettől még lehet. És ha már mindenki egybegyűlt, jó alkalom kerekedett arra is, hogy bemutatkozhasson a város új diák zenekara. Önbizalomban nem volt hiány, és időnként még a hangok is rendben voltak. Körülbelül 3 hónapja vagyunk együtt és zenélünk együtt, illetve a Horkának a biosztanára felkért minket, hogy lépjünk fel ezen a kis rendezvényen, amikor is zöld nap van az egyes iskolásoknak, és hát reméljük élvezni fogják. Mindent megpróbálunk beletenni. Míg a fiúk a húrokat gyúrták, a medencében pesgett az élet. Ez nagyon jó szerintem. Mit volt? Hát, hogy együtt vagyunk a barátokkal, meg igazából a móka, a csúszdázás, a fürdés, végre megjött a nyár. És ha megjött a nyár, hagyni kell a gyerekeket játszani, gondolta az iskola vezetése. Tradicionálisan ilyenkor egészségnapot tartunk a Petőfi Sándor általános iskolában, és nyilván ilyenkor már az egészségre koncentrálunk az egészségnap keretében. Az alsósoknál előadások vannak, meg sport az iskolában, és idén úgy gondoltuk, hogy a felsősökkel levonulunk ide a strandra. A Bonyhádnak van most ez a gyönyörű strandra, szeretnénk, hogy minél több gyerek megismerje, és sportoljanak, és mozogjanak minél többet is, ismerjék meg, és akkor nyáron talán a családokkal is le tudnak jönni. Mindenképpen sok ilyen programunk van, évelején nyitottunk egy futóprogrammal, futás az alapítványunkért, és évközben is sok ilyen programunk van, ami ide kapcsolódik. De itt is most nem csak a úszásra koncentrálunk, hanem van lehetőség strandröplabdára fociznak a gyerekek. Nagy lehetőség az önkormányzat részéről még, hogy a kitűnő diákok nem csak a mi iskolánkban, hanem Bonyhád szerte bérletet kapnak a nyári szünetre, és hát a mi iskolánk tekintetében 104 gyereket érint, akik ingyen járhatnak majd strandolni a nyáron. A sport fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, és most már az sem lehet kifogás, hogy sokat kell tanulni. A Petőfiben a következő tanévben is arra törekszenek, hogy az egészséges életmód fontosságát beoltsák a gyerekekbe. És ezt nem lehet elég korán kezdeni, és elégszer elmondani sem.